Hivatalosan 6 órakor kezdődött a kormányellenes tüntetés hullám mai eseménye a köztévé Óbudai székháza előtt. Nem sokkal a kezdés után még több volt a helyszín biztosító rendőr, mint a tüntető. Most a helyszínre kapcsolunk, Balogh Judit figyeli folyamatosan az eseményeket. Szervusz, Juci, helyzetjelentést kérek. Mi a helyzet most a Kunigunda útján? Szervusz, András, jó estét kívánok a nézőknek. Kijelentetem, hogy az a helyzet, amelyet te az előbb mondtál, hogy szinte több volt a rendőr, mint a tüntető, ez mostanra már alapvetően változott meg. Meg tudjuk mutatni, ha az operatőr kollégám egy picit feljebb emeli a kamerát, hogy mennyien vannak. Nyilvánvalóan nem nagyon mernék belemenni, megsaccolni, hogy mekkora tömeg, de az biztos, hogy 1-2 ezer ember van most itt a Kunigunda útján. Egyelőre semmilyen atrocitás nem történt itt. Beszédeket mondanak a politikusok. Ezeknek a beszédeknek a legfőbb üzenete, 1-2 dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy mindez, ami zajlik napok óta már, az azt mondják, hogy régen nem a rabszolgatörvényről szól, hanem ennél sokkal többről. Egész egyszerűen abból, hogy elegük van az embereknek az elnyomásból, vagy elegük van például abból, hogy a közmédia egész egyszerűen nem látja el a feladatát, nem számol be arról, ami az országban történik. Propagandát és hazugságokat állít nap, mint nap. Ugye nem véletlenül éppen ezért az MTV ajtéletűnél van most ez a tüntetés. Most tehát beszédek zajlanak. Itt ugye figyelve az elmúlt napok történéseit, meg a demonstrációknak az általános koreográfiáját, mindig az a kérdés, hogy akkor mi történik, amikor vége lesz majd a beszédeknek. Hogy vajon az emberek hazamennek-e, vagy itt maradnak, és esetleg lesz-e bármilyen atrocitás. Azt egyébként a politikusok hangsúlyozzák, hogy ők továbbra is arra kérik a demonstrálókat, hogy maradjon békés ez a tüntetés. Bár közben egyébként azt is hangsúlyozzák, hogy az, amit velük szemben az MTV a biztonsági őrei csináltak, az olyan szintű jogsérelem, ami az elmúlt 30 évben nem történt. Ha már a jogsérelmeknél tartunk, ugye ti is mondtátok, hogy varrúnyáztott, valóban ezt meg is tudtuk mutatni, azt hiszem a nézőknek, hogy Bentővel vitték el. Egy másodpercre volt lehetőségem oda menni Varjú Lászlóhoz. Meg akartam tőle kérdezni természetesen, hogy mi történt, mert nagyon ellentétes információink vannak erről. Annyit tudott mondani, hogy dulakodás történt, de utána már ugye természetesen a mentősök tolták be a mentőbe, úgyhogy többet nem tudtunk vele beszélni. Azt el tudom még mondani, hogy szerintem legalább 300 rendőr van itt az MTV ajtajpilletnél, de elképzelhetőnek tartom, hogy messzebb még többen vannak, és egy 3 perccel ezelőtt sorakoztak fel a főbejárat előtt, tehát ez az MTV a főbejárat, ahol most nagyon-nagyon sok rendőr van. Mi úgy hallottuk, hogy Kunhalmi Ágnesék esetleg most jönnek majd ki, de ezek ugye mindig olyan információk, hogy közvetettek, nem megerősített információk. Meglátjuk majd, hogy esetleg tényleg azért sorakoztak-e fel, vagy ők hallottak valamit, készülnek valamire. Szóval nagyon nagy a rendőri készültség, és 1-2 ezer tüntető biztos, hogy itt van. Most egyelőre békés a demonstráció, de természetesen a szokásos rigmusokat skandálják. Ebből leginkább talán azt hiszem, hogy ma este az volt ment a karogy volt, ami a legtöbbször hangzott el eddig. Tökéletes összefoglaló volt, Judit. Köszönöm szépen. Judit marad a helyszínen, úgyhogy önök mindenről tudni fognak, ami ma este a kormányellenes tüntetésen történik.